Folytatjuk a délelőttöt, mégpedig egy kulturális témával, Vácra fogunk kalandozni, mert hogy a Váci Fónai Humánia Társulatról fogunk beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Ruzicska László és Málszilaj Gábor. Sziasztok! Szia, szervusz, szép jó napot mindenkinek! A társulatotok 1997-ben alakult, tehát idén ünneplitek a 20. évfordulóját. Minek apropóján alapítottatok társulatot, mégpedig amatőr társulatot? 97-re nyúlik ez vissza, Gócán Zsolt és Vető Ildikó fejéből pattant szerintem ez ki, és akkor még a Keresztény Fiatalok társulatát, színházát? Társulatom volt. Alapították meg, és egy műkedvelő, a mai legnemesebb értelmében a Zsolt egy műkedvelő volt, imádta a színházat, mai napig imádja, ő mai napig a fő vezetőnk, és ő gondolt, hogy összeszed fiatalokat és előadásokat hoz létre. Ti mióta vagytok a társulatnak a tagjai? Gábor, régebben? 2001. szeptember-októbere óta, 2002 elejé előadásba kerültem bele, még akkor még általános iskolás hetedikes voltam, tehát azóta. Én 2006 óta, én Kopeth Ilia és Kautsky Ervin mestereim iskolájában végeztem itt Budapesten, és Zsolt 2004 körül úgy döntött, hogy professzionális színészekkel is szeretné, hogy az oktatást végezzék, a színházi beavatást, mert ő ugye egy idő után túlnőtt a társulat magán, és ekkor találta meg egy versmondó versenyben, Zebegényben, azt hiszem, vagy Vácon az én mesterémet, eljöttek tanítani, és én pedig tanársegéd lettem mellettük, mert ugyanazt a metódust tanultam, mint a mestereim. És utána belefolytam az életünkbe. Budapesten azért elég sok amatőr társulat van, vagy itt talán több a lehetőség. Vácon, mi a helyzet? Ti vagytok egyedül amatőr társulat? Nem, ha erre tudok válaszolni, mert én váci vagyok. Vannak többen, több félék, de ilyen, mint Fónai, meg ennyire régi, ilyenek csak mi vagyunk. Tehát a musical stúdió, inkább táncosokból van több Vácon. Ilyen, tehát prózaiból szerintem mi vagyunk, meg még talán még egy van, de ugye mi a 12, 13, 14 éveseket fogjuk össze. Ők nem tudom, hogy a másikok, ők mennyire széles. Mennyi tagja van most a társulatnak? Mindig változó, az érdekes nekünk, hogy különböző, olyan, hogy mint a szívdobogás, mindig így szoktam megfogalmazni, vagy amit az EKG körbe mutat, hogy vannak nagy fölfutások, amikor többen vagyunk, intenzív munkát, előadásokat tudunk végezni, és van, amikor természetes módon nem is lecsökken, de van egy alapozási szakasz, most ebbe vagyunk éppen szerintem, most 10 és 16 év között vannak fiatalok, az előző nagy szívdobbanásunk az akár tudom mondani, 2009-ben történt meg, amikor Gábor is, mint fiatal felnőttek, voltak már sokan és gyerekek is, és akkor az ember tragédiáját, egész pontosan az álomvízió mű az ember tragédiájához, amit Kautsky Ervin a mesterem írt át, és jó magam rendeztem. Egészen eljutottunk a Budapesti Madárszínház stúdió színpadára, be tudtuk ott is mutatni, mivel én ott játszom viszonylag sokat most már jó hosszú év óta, ezért sikerült nyitott kapukat találni ott is, és ez volt egy nagy szívdobbanásunk, egy megmutatkozás. A következő nagy pedig most volt tavasszal, illetve az előző tavasszal, illetve nyár elején, amikor pedig egy mesejátékot tudtunk öt előadásban a váci iskolásoknak, óvodásoknak bemutatni a Váci Dunakanyar Színházban. Beszéljünk egy kicsit akkor a társulat tagjairól, hogy kik lesznek a társulatotok tagjai, mert hogy azért amatőrökről van szó, de gondolom azért mindenki kedveli és szereti a színházat. Laci, hát te tudnál válaszolni igazából. Megint Laci beszél, gondoltam. Nem csak ugye a társulatról, inkább a Laci tud, hogy mennyire. Én annyit tudok, hogy nyilván mindig amatőrökkel dolgozunk, meg kicsikkel dolgozunk, gyerekekkel. Természetesen vannak olyanok, amikor bevonódnak színészek is, és akkor egy közös ötletelés, vagy közös ilyen megbeszélés által jön az, hogy na, hát akkor őt hívjuk meg, a Kecskeméti Robit hívjuk meg, vagy Laci is szokott velünk játszani, úgymond. És akkor vannak mondjuk, hogy mondjuk színészek lesznek, vagy mondjuk errefele mennek majd a tanulmányaikban? Igen, mivel nagyon szeretem használni, vagy visszahozni a köztudatba az önképzés
módszerét, az önképzőköröket, amik régen voltak, ugye a passió játékokat adták elő, a falu apraja nagyja arra készült egész éven keresztül, és az én mestereim Kautsky Ervin és Kopetilia is ilyen önképzőköri társulatokat gondolkodtak, amikor is a szakmát úgy tanulják, hogy nem szakma szerint tanuljuk, hogy majd papírom lesz róla és színész leszek, hanem a játék öröme induljon el. És szoktuk mondani, akiből színész lesz, úgyis színész lesz. Ha én nem akarom, akkor is, ha ő akar, akkor biztosan. De a játék öröme szerintem a legfontosabb ebben az egész társulatban. Gábor, akkor neked mi a szereped a társulat életében? Itt látom, hogy beszéd, technikát és színpadi mozgást is oktatsz. Igen, hát én nagyon régóta ugye a társulati tag vagyok. Eltöltöttem 5 évet Kopetiliával és Kautsky Ervinnel, és mindig úgy hozta az élet, hogy nekem közön legyen a színházhoz. Tehát volt időszak, amikor eljöttem, de mindig visszataláltam ide. És hát társulati tag vagyok. Ez mellett pedig mint ilyen segédtanár pozícióba, hogyha így lehet egyet fogalmazni. Igen, tehát nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni, máshol is csinálom ezt Vácon, egy musical stúdióba, és hát amikor tudok, akkor kapok az alkalmon, hogy akkor én is egy kicsit átadhassak nekik egy dolgot, egy technikát, egy tudást. Hogyan épül fel mondjuk az egész évnek a menetrendje? Hogyan kezdtek neki egyáltalán a tanulásnak? Ha ezt egyáltalán lehet tanulásnak nevezni? Igen, minden tanulás, de ugye a játék öröme benne van. Csütörtökönként és szombatonként vannak a foglalkozások. Természetesen mindig első az iskola. Ugye mindig mondom, hogy nehogy abba hagyjátok az iskolát emiatt. Tehát mindent tartunk. És ezeken a foglalkozáson én így mondom, hogy beavatások történnek. Ezt játszani mindenki szeret, mert csak a testünk, a hangunk és a lelkünk kell hozzá, ezért szeret mindenki színházzal foglalkozni. És ez ennek a segítségével tudják megtanulni azt, hogy kik is ők valójában. Tehát egy önismeret is zajlik egy-egy előadáson keresztül, egy-egy vers, egy-egy pici jeleneten keresztül, megismerik magukat, megismerik a világot, és olyan kérdésekre is talán választ kapnak, vagy megismerik magát, akár a kérdést is, amit akár az iskolai tananyagban, vagy otthon nem ismernének, vagy nem is tudnak föltenni. Milyen gyerekek, milyen típusú gyerekek jelentkeznek hozzátok? Mennyire kell például őket nyesegetni, hogy ilyen önbizalomtól dagadva bejönnek, és nagyon exhibicionisták, vagy egy kicsit azért vannak visszahúzódók is, gondolom, különbözőek. Mind a kettő megtalálható. Van, aki ide nekem az oroszlánt is megjelenik, és ő színész lesz, és egyebek. Van, aki pedig csak valamiért eljön, és ez mindig az érdekes, amikor úgymond nem is felvételiztetünk, hanem csak meghallgatjuk őket, beszélgetünk, mond egy verset természetesen, meghallgatjuk a hangját, de mindig kiderül, sokszor a búvó patakok jönnek elő, hogy jön valamiért itt van, és annak idén én is így kezdtem a szakmát Kopetiliánál, én is úgy felvételiztem, és utólag elmondta nekem ő, hogy nem tudott velem mit kezdeni eleinte, az a búvó patak, hogy ügyes is, tehetséges is, majd a jó Isten megadja, hogy mi lesz belőle. Hát íme itt vagyok. És én tartom a mai napig ezt a metódust, hogy mindenkinek meg kell adni a lehetőséget. Ez az első pont ebben a társulatban, hogy tulajdonképpen mindenkit föl tudok venni, aki eljön és bátor, és azt mondja, hogy szeretnék jönni, senkit nem utasítunk vissza. Na és akkor mi a helyzet azokkal a gyerekekkel, ez az ide nekem az oroszlánt is, őket hogyan lehet azért egy kicsit úgy nyesegetni, vagy hogyan lehet, hogy mondjam, normalizálni ott a helyzetet, a körülményeket? Nehezen, röviden. Én azt érzem, most elég sűrűn tanítok bent, azt érzem, hogy most is vannak olyanok, akik nagyon extrák, és egy kicsit így próbálják az óra menetét elhúzni, de egy olyan jó kis csapatszellem van bent, egy tényleg ilyen családias légkör, amiben a gyereknek is van annyi intelligenciája, hogy egy kicsikét leül. Tehát nem ez a tanúra van, hanem tényleg egy kicsit kötetlen. Én például tényleg szoktam velük olyan fél órát csinálni, hogy mit szeretnétek? Jó, helyzetgyakorlatozzunk, jó, akkor helyzetgyakorlatozzunk. És ezzel meg lehet őket fogni, és egy olyan mederbe terelni, én szerintem, ami egy egészséges, és a csapatot épít.
frissíti, és az érő is fejlődik. Akkor vannak ilyen kedvenc gyakorlatok, vagy kedvenc játékok, eszközök? Vannak. Hát nekik vannak, igen, azt mondják, hogy van a helyzetgyakorlat. Nekem egyfolytában ez szokott lenni, hogy helyzetgyakorlatozzunk. Ez mit jelent, hogy mondatok egy szituációt, és azt kell eljátszani? Igen, egy helyzetnek a megváltozását. Tehát szerettem valakit, hirtelen rálépett a lábamra, és azt mondom, hogy elkezdtem őt gyűlölni, utálni. Ugye a színház csupa olyan helyzetgyakorlatból álltunképpen egy előadás főn, hogy megváltozik a lelki állapotom. És ez maga a színház talán, vagy ez a színjátékosság ezért izgalmas, hogy fölmegyek a világot jelentő deszkákra, és egy percen belül megszeretem a másikat, utána gyűlölöm, konfliktus van, majd megoldás, és ez a gyerekléleknek is, a felnőtt léleknek is, ez maga a csoda, amit mi színháznak nevezünk, hogy 7-től 10-ig, vagy akár egy helyzetgyakorlatban 5 perc alatt ezeket én megélhetem. És nagyon-nagyon nagy csodák születnek ezeken a foglalkozásokon, ahogy kinyílnak. Arról még nem beszéltünk, hogy lányok, fiúk milyen arányban vannak mindig jelen a te. Több a lány. A színház pedig ugye arról szól, hogy 8 férfi és 2 nő játszik egy darabban, tehát a világirodalom összes művében megfordul az arány, de szerintem mi jól állunk azért, mert a fiúk is bátrabbak, és jönnek, de természetesen több a hölgy mindig. Nektek mit jelent a társulat? Ti miért csináljátok még mindig, így 20 év után, az alapítás után is, nektek mit ad? Vagy hogyan tölt fel benneteket, vagy hogyan fáraszt el benneteket ez a foglalkozás? Engem sosem fáraszt, én úgy érzem, tehát a tanítás szerintem, vagy hogy átadni valamit, az mindig is bennem volt. Nagyon sokszor töltekezem bennük, mert hiába vagyok már lassan, sőt már a negyedik X felé megyek, sőt már is hagytam egy kicsit, de mindig a fiatalokkal egyszerűen olyan kérdéseket ők is néha föltennek, amin magam is elgondolkozom. Tehát nem a bölcs buddha itt ül és elmondja, hogy miről kell a szakmáról, és én már mindent tudok. Szóval nem, mai napig tőlük is sokszor kérdéseket kapok, olyan lelki töltést, amin nekem is el kell gondolkozni, és az együtt gondolkozás hoz létre egy nagyon szép előadást, vagy egy szép együttlétet akár. Gábor, neked mit jelent? Nekem egyből a szerelem szó jutott eszembe, és az az érzés, hogy ez egy nagyon nagy szerelem. Főleg most is, amit a Laci is elmondott, hogy a gyerekekkel való gondolkozás, ez engem mindig is érdekelt, meg én valahol gyerek maradtam, és szerintem az az egészséges, hogyha egy felnőttként is egy gyerek szívvel tudunk létezni, és én ezt keresem úgymond valahol titkon mindig bennük, hogy mi az a gondolkodás, amit mi felnőttek elveszítünk ezáltal. Hát illetve a másik részén a színpadon pedig rengeteg mindent tudok kamatoztatni, amit itt tanultam. És akkor végezetül mi a következő lépés a társulat életében? Készültök-e valamire? Így van, idén vagyunk 20 évesek, a régi tagokat kutatjuk vissza, az az egyik feladat, hogy megkérdezzük, hogy vannak, mint vannak, milyen élménnyel, mivel gazdagodtak az itt töltött évek vagy idő alatt, illetve december 20-án, 21-én egész pontosan, bocsánat, Póka Évával, aki a Leányfalui Árvácska színjátszókörnek a vezető, és nekem kolléganő, mindig az ő gyerekeit és a mi gyerekeinket összetesszük egy előadásba, és Fekete István és Bence Balázs írt a Persely című, Fekete István novelláiból készült, és Bence Balázs dramatizálta, egy karácsonyi történetet adunk elő Vácon, a művelődési házban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor jó készületet, meg további jó munkát kívánok. Köszönjük szépen.